A negyedik negyedet az Eisberg támogatta. Már jó ideje, én válaszokat adok, és nem kérdéseket teszek fel. Ez azt is jelenti, hogy már nem vagy kíváncsi? Korán sem annyira, mint egykor voltam. Ugye 89. évemben vagyok, az becsönget neked csak egy metaforikus kép. Becsöngetnek, és kinyitom az ajtót, és ott áll egy fekete ruhás, sápat ember, és azt mondja, hogy hát Vitrai úr, önért jöttem. Nem mondhatom azt, hogy már is, és ez a viszonyom hozzá. Én úgy gondolom, hogy rendkívül szerencsés életem volt. Rendkívül és sorozatosan a nagy pontokon, a jelentős pillanatokban mindig nem tudom másként nevezni, mondhatnám gondviselésnek, bárminek nevezném, de már beszéltünk róla, hogy hogy állok ezzel. Végesnek tartom a saját agyam képességeit ahhoz, hogy én elnevezzem. De minden esetre nekem rendkívül sok szerencsém volt az életben. Tehát szerencsém volt a túlélésben, szerencsém volt a pályaválasztásban, mert engem egy pálya választott, és nem én a pályát. És kiderült, hogy a pályának volt igaza, és ezzel mindent elmondtam tulajdonképpen e tekintetben. És mindenütt a nagy fordulatoknál. Aztán később hajlottam arra, hogy ezt úgy fogalmazzam át, hogy amit tudatosan akartam, végig gondolva, kispekulálva, megtervezve, azokat jószerivel elszúrtam, vagy rossz választás volt, de az ösztönöm jól működött. Úgyhogy megtanultam szép kényelmesen az ösztönömre hallgatni.